mellette, ellene a küldőgyűlés 100%-os igennel elfogadta, a mai napon megválasztottuk Virág László szövetségi elnökének. Kármilyen taglicszám a mai napra 2280. Óriási. Ebből földműveléssel foglalkozók száma 1814. Most hát ezt gondolom a kukorica program tette, hogy ennyire sokan vagyunk a földművesek, de mindegy. Jó, így is jó. Kereskedők 116, 280, na, szolgáltatók 280-an, úgyhogy szép számban vagyunk. Nem is olyan régen, amikor a KMVS 20. évfordulát ünnepeltük, akkor lépett be az 1000. tagunk, akinek ünnepélyesen adtuk át a tagsági kártyát. Ez 2017. május 4-én volt. Most pont 2 évvel, 2019. május 4-én vagyunk, és 1280-nal vagyunk többen ebben a nagy családban. Szervezeti életünk óriási függőségben van a minket körülbelül politikai helyzettől is. Bár nem szívesen teszem, hiszen mi nem vagyunk politikai szervezet, de érintenem kell ezt a kérdést is némileg, és itt van például az elnökválasztás, az ukrajnai elnökválasztás. Elsöprő győzelem Volodymyr Zelenszkij részéről, és megsemmitisítő vereseik Petro Poroshenkónak. Azt szokták mondani, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, lám és most is bevalósult, meg beigazodott ez a dolog. Amikor azt hittük, hogy minden veszve van, akkor Isten fordított egyet az ukrán politika szekérúgyján, és bár még zajlanak a teszetosza próbálkozások a vesztes fél részéről, de meggyőződésünk, hogy a kárpátai magyarságnak is benne a KMVS-nek a sorsa egy nagyban javulni fog az újonnan megválasztott elnök regnálása alatt. Éppen ezért mi úgy döntöttük, hogy felvesszük a kapcsolatot az újonnan megválasztott elnökkel, és meghívjuk a Turul Expo-ra. Meghívjuk Volodymyr Zelenszkijt a Turul Expo-ra.